Elkezdődik a késkör. Ugye ők már elvétózták a mapot, épp ott volt, amikor választottak. Első map lesz Backload, második lesz Strike, és hogyha Sidearra kerülne a sor, az pedig Crash lesz. Nézzünk egy Monst. Monst kést. Robi kezdje a serést, utána legélek és a Dead-et. Fart Snake-et. Robi újra. Van a második kés. Pons Montit. Leki megint lecsap. Legi négyet késelt a körben. És ezzel lehozta a késkört, és Devbe kezd a Easy Quest. Ami nem meglepő számomra. Sajna egyedül maradtam, nem tudtam botot befűzni. Nem sok kedve volt jönni, fáradt volt, konfigolni fog a döntőre. Szerintem érthető. Szóval sajnos engem kell hallgatnotok végig. Megpróbálom a legjobbat hozni. Most elkezdődik az alsóvági döntő. Nézzünk Dedzet, aki úgy néz ki, hogy az első körben Sotival fog rassolni. Hozzá B fele. Nem Sotival, nagy talával. Jobb egy négy, de ez szerintem Bátogra fog menni. Nem talál be vele senkit. Robi kezdi a regelést, méghozzá Cracket lövi ki, biztos szerintem Áról lőtte ki Néket, aki nevéhez méltóan kúszik a mapon. Rossz felé nézelődik, mert hátba fogják lőni, valaki ezt eléggé elbénázta. Nem bírták hátba lőni Néket. Kettős ember előnyben van már a White. Jó felé keresgél, de épp nem látja az ott lévő Easy Quest-es játékos, de szerintem ő hasal, mert most mi se láttuk. Ő nyugodtan elnézegetnek, nem akarják elsietni a dolgokat. Fint nagyon lehizelik, de nem hal meg. Monsz viszont válaszol és lelövi Legiont, így 1v1. Módosul. Elviszik B-re a plantot a vándosok. Vart pedig A marad. Dől. Vart már jön, Brázsnál Snake-be is találta őt. 1-0 a Bide-nak. Próbáljátok nagyobb felbontásra rakni, refresheljetek. Igazából a laggal én nem tudok semmit csinálni. Én csak ide beültem. Bocsi. Kisésér. Nézd. Monst. Nálam van a plant. A fele orientálódik. És lövi. Kinédelt a Warcot. Bocsánat. Úgy néz ki, hogy... Ó, ketten maradtak Robival. Három íz is ellen. Az még ez a kör. Robit lelőtte Monty.
Egyedül maradt Mons 3v1-be. Ketten vannak A-n, egy pedig B-n. Itt mindent lefogtak. Itt Mons türelmesen megpróbálja kivárni az A-ról kinéző embereket. De... Ó, bocs. De... Tíz is okosan játszik és nem nézeget neki. Nézik, amit nézni kell. A döntőben Alexis VS ennek a meccsnek a nyertese lesz. Nézzünk ezt Stintőt, még nem néztünk ebben a meccsen. Dob egy B4-et. Türke kocsiba kicsit behitelődik. Ő középjúban fog szerintem átbújni, így van. Meg is teszi. Megpróbál középet lemenni. Tényleg pont ezt nézte. M4-e és kilőtte. Dead, nagyon szép. Hát épül, hogy felsorolt Montinak, pumpolja Vádogot, de hát Vádogba talán nincsen ki, ezt most nem látom, ugye megnézzük. Igen, Vádog üres, Legi Vádog alul van. Úgy oda nem kéne felmászni. Varc és Monti. Varc és Legi. Varc és Legi védi B-t. Elasztik pedig maradt maga án. Volt előbbi edzeti, 2v3-ra módosul az állás. Megint B-re próbálják, úgy néz ki a Wild-nak most ez a kicsit a B erőltetés. Szerintem tök logikus, mert át nagyon erősen be lehet fogni. Jók a kiskalásai az Easy Questnek. Ők is tudják, szerintem ezért próbálják a B-t támadni, de most ez nem jön be. Robi válaszol Legi lövésére, csak nem Legire, hanem Vartra. 1v2. Robi jön B fele. Nem. Robi B4-3 az így lazán. Nézzünk egy dead-zet. Megint egy kis sotit át fogja váltani. Most tényleg sotizik, bemegy ára sotival. Egy kis rás. Nézd, kés lesztő, nézd. Ott van, az első ember is meg is öli. Még hozzá ez elasztik, azt hiszem. Dekrek válaszol lövésre. Megöli edzet. Közben Snake és... Nem. Snake harcolt Crackkel, de Robi besegített neki. Így 2v3 van az Easy Quest javára. Ék megint úszik. Team maradt most egyedül. Monti lelövi őt is. 3-1 az Easy-nek. Kit nézzünk? Nézzünk az enemiből valakit, vagyis hogy az Easy-ből. Nézzünk Montit. Monti híres B-fogó, backdoton. El is hiteli a B-re futó ember, nem tudom ki volt az. Robi és Stint is, két embert is hitelt szerintem. Robi már feljutott törbe. Nék viszont plusz 10-et lő, Warcot és Elasztikot is kilövi, A-ról. A félig megtisztult. Monti még mindig B-t védi. Viszont szerintem A-ra fogják minden a wildosok. Ez az első A körük. Idáig még nem támadtak A-ról. Talán rájöttek, hogy ez kéne, mert ez nem jön be ez a B-tax. Monti viszont visszazár kicsit A-fele. Kapta az infót, hogy a Wild A-fele megy. Nagyon nyugis játékot játszanak most. Ez lövi Legiont. Így 4v2 a Wild javára. Ezt akartam. Erre? Jó. Van, köszönöm. Az eddig kicsit besegített. Kaptam egy chatet, úgyhogy most látom, hogy mit írtok. Akármi
Látjátok, van azt. Megpróbálom orvosolni, csak írjátok le. Na, 3-2 van a Wildnak, de szerintem egy újabb shotírást fog nyomni. Megnézzük. Nem, most viszont átváltott nagykalára. Kap egy hátsó kocsi nézet. Viszont ő is megvan Monty 4-jébe. De az ő 4-je nem hitel Snake. Meghal így. Már 5v3 van, Greg lelövi Stint is, ő már a második embere ebben a körben. Nagyon gyorsan történnek az események, egyedül maradt Mons. Ellalakban van egy bombája, ránéz, Elasticra le is lövi. Bart maradt elfelül, őt is behiteli, nem, bocsánat, Greg maradt elfelül, őt is behiteli. Hát... kap egy négyet, elfut. Nem sok esélyt látok sajnos Monsnak. Montit próbálja pötyögni, de... Monty visszahúzta a fejét. Bádogban is minden ember helyzetét tudja, de sajnos nem tud mit kezdeni, mert bezárnak mindent. Ha itt kimegy, akkor Monty fogja kipötyögni, ha tovább fut, akkor Bádogból lövi ki. Ha bejut ára, akkor pedig Warz intézi el. Ha itt kinéz, akkor megint csak Monty fogja őt lelőni, vagy a Bádogos. Ezzel van fogva. Visszamegy ára, talán ez volt a legjobb megoldás, amit csinálhatott. Megpróbálja leplantolni. És szétlövik. Igen, 4-2. Ezt javára. Ez azért illő tudni, hogy ez a Easy Cast mapja. Talán itt a legerősebbek, úgyhogy nem csoda, hogy azért hozzák. De persze ez még semmi, ez a kettőkörös vezetés. De ez felveti a csipát, úgyhogy őt nézem. Már harmadik köre. De nem lát semmit, elfüstölik. Szerintem fel fognak jönni az Easy Questesek, azért füstölnek. Crack Fraget vált megint. Robi meghal. Easyből Crack pedig Crack és Ella halnak meg. Így 5v4. Vagyis, hogy 4v3, bocs. 3v3-ra alakul Legion, lelövi Snake-et. Szokásos kis M4-ével. Death felmegy. Rómba nem tudja, hogy ott nincs ember. Viszont aki fog nézni, akkor talán igen szembe találja magát. Nem tudom pontosan, talán Montival. Nem, elkerülik, teljesen elkerülik egymást. Hát... Érdekes. E-spectator szemből teljesen más a játék. De ez még embert nem látott a körben. Nézzük most mást egy kicsit, biztos most fog fregelni, amikor elviszem Mons, viszont már plantolja át. Le is rakja, le Monty lelövi, de lent a plant. Dead nagyon messze van, nagyon széthitelik, Dead is meghal, Legion lelövi Dead. Szín egyedül marad, azt hiszi, hogy szedik a plantot, de nem. Most viszont beszorult. Innen nincs menekvés, Tino. Így van. Legion nézte fény, feljárót. 5-2 az Easy Quest javára. Nézzünk egy kis Cracket. Szerintem ő most rásolni fog, viszonylag jó spawnt kapott. Nem, dob egy rásnédet. Türke kocsihoz. Füstöli közepet. Megvárja a nédeket. Éppen lassan bemennek. Lassan mennek be ára az ízisek, hogyha a Wild egy kicsit gyorsulna. Talán tudnának jobb helyzeteket kialakítani saját maguknak, de persze ők ezt nem látják belső szemmel. Közben Dead lövi Legiont, még pedig Warzot, így 4v2 lesz az állás. Crack megült, várja az emberét, Monty lelövi Deadet, így 3v2, innen már nem olyan biztos, hogy a Wild köre lesz. Keresjük Montyt, Monty. Szokásos tört ház. Teugrik, szerintem megy ára zárni, nem tudja, hogy középen van egy ember. Kiáll Robi ablakba. És pont nem látja, felmegy sasra. Robi felmegy sasra.
Nézelődik, szerintem azt várja, hogy neki kirakják a plantot, és innen megvan a kör, ha a plant jobb felére rakják. Most veszedik Kekket, Monty egyedül maradt, és Robi, ha ott kinéz... Robi, igen, mire kinéz, Snake már elintézi. 5-3. Jön föl a vágy, jön föl a vágy. Reméljük, egy izgalmas lesz ennek a végére. Nem egy egyoldalú meccs. Ups, nézzünk megint valakit az elkubból. Nézzünk egy harcot, aki kiskalával megy A felülre. Pedig harc nagy halás, de tegnap panaszkodott, hogy ez a élete legrosszabb lanya, hisz nagyon nem adja neki. Próbál bizonyítani, hisz nagyon fontos meccs ez. Meg kicsit másik gépre figyeltem, és már 3-2 lett az állás, volt Crack, maradt Robi, Dead és Mons ellen. Most Dead lelövi arcot, és így 3-1-re alakul. És le is hozzák, 4-5 az állás. Vagy zárkózik fel, nem tudom pontosan mennyi volt, 5-2 talán. Összeszedték magukat, összekapták magukat a Wildosok. Nézzünk, itt nézzünk, Rush-ol. Steam Rush-ol őt nézzük. Megvárja botom négyet. Legalábbis mi ezt botomnak hívtuk. Kapja a flash-eket, négyeket. Be fog érni, be fog érni. Nem számítanak rá, hogy itt van. Nem, nem megy be. Nem tudom, hogy Warc pincében van... Nem. Ki van akkor itt? Aha, pincében van Elastic. Visszamegyünk Steamre. Pont nem látja, hogyha kicsit kimozdulna Ela, akkor le is tudná Steam lőni őt. Steam türelmes, lehet, hogy még ez be fog neki jönni. Nagyon türelmes. Ott. Igen, Steam most halt meg szerintem. Nem. Hát Crack most nagyon elbambult, előtte ment fel Steam, nem lőtt rá. Én se tudja, hogy alatta van, Crack viszont nem tudta. A Warc abszolút nem tudta, hogy felment Steam-ára. Hát ez elég nagy hiba volt, ezen kör múlhat. Ezen a pipán. Steam visszaugrik, gyönyörű, ez Steam köre volt egyértelmű. 5-5. Kezd irgalmasá válni ez a meccs is. Nézzünk egy... Még Snake-et. Nézzük a kígyó bácsit. Talán azt innen törnek előre. Steam közép. Nem. De. Na, döntsd el Steam. Steam oldalról fut be. Snake visszazár. Szerintem kapta a infót, hogy B-re kéne inkább. Mégis elindul el lagból középfele. Középfele megy. Átjáróházban fog találkozni egy emberrel, de Legion ezt látni fogja, és nem, pont nem látta meg, és Warc lelövi Snake-et. Dead próbál válaszolni, de nagyon lehitelten, szinte egy golyó volt Warc, de többre nem futotta. Türelmesek mindkét csapat játékosain szegetni. Warc lelövi Deadet is. A második frege. Legion lelövi Robit, így 2v3-ra ugrunk át gyorsan. Mons Steam is meghal, Mons maradt megint 1v3-ba. Hogyha itt viszont nem tudja, hogy mellette van az ember, elkerüli, teljesen elkerüli, és Warc befejezi megint a kört. Warc 3-at vagy 3-at lőtt a körben. Épp előbb mondtam, hogy Warcnak nem adja alan, de most úgy néz ki, beindult. Nézzünk most egy kis scoreboardot. Fieldnél Mons vezet. Utána Robi, Snake, Dead és Steam egységesen fregelnek, ugyanúgy, mint a Steam játékosai. A gamehez.
Nézzünk egy Snake-et, aki már nagyon lerásolt, feláll ide, hogy Legion ne lássa őt alatta. Elindul, talán... Hát nem tudom, hogy fente van a bádogos, vagy lelövi Cracket, és itt fog találkozni. Nem, mert nem megy ki. 3v3 van, nyugodtak a játékosok. Nem, akkor fent van a bádogos. El kéne ejteni egy négyet, vagy le kéne dobni egy négyet. Akkor valamelyik őjük biztosan meghalna. Nagyon lassú játéka. Snake az egész napot bejárja, embert nem lát. Most talán, hát attól függ, hogy merre fog menni, hogyha megy B fel, akkor találkozni fog a kezdőn lévő Legionnal, aki most már bemegy köztes házba, onnan pedig nem megy ki középre, nézi, hogy középről nem menjenek be ára. Pont most néz el, és hátba, hát elég nehéz késen, de hátba lőte Snake-et, most pedig Elastic lövi le Monsot. 7-5-tel fordulunk. Most nézzünk csatokat, nem mondok hozzá semmit, nézzétek. Fájdosok készen állnak, szerintem pörögnek. Lehet, hogy érzik, hogy most az ő szájuk, és... És le akarják tolni. Én be vagyok kapolva, Crack és... Elállt a világ szeme. Kicsi beállt, kb. 24 órája nem aludtam, egy percet sem. Elég fáradt vagyok. Közben a chatet nem tudom lefrissíteni, nem látom, hogy írtok, és mit írtok, úgyhogy... Hogy bocsi. Hoppá, megy a meccs, bocsánat. Nézzünk Deadet egy csipával. Ez... Dob egy... MV-házlóra egy négyet szerintem. De nem hitelle senki, pedig ott vannak, várták ezt a négyet. De hihetetlen gyors négy csata, 3-4 is. 3-4-del kezdődött, 4-4. Szinte itt csak négyek vannak. Mons védi B-t nagykalával, ami nekem hát elég fura, mert ő tipikus kiskalás, de csapatér mindent. Elasztik 2-t közben lelő Stint is, és Robit is. Így Mons megint egyedül marad 1v3-ba. Nem tudom megszámolni, hogy hanyatkor marad így Mons. 1v2, nagyon jó timingban nézett rá Elára. Viszont viszik szerintem már a plantot. És sejti, hogy ott van fent már, nem bádogva, és le is lövi őt Monty. 8-5. Deadet ne nézzük, Deadet, mert azt hiszi, hogy ennyire szeretjük őt. Tényleg szeretjük, csak ne legyen kivételezés. Nézzük Cracket középben, nem tud magával mit kezdeni, nem tud eldönteni, hogy mi legyen. Szerintem egy vádos itt van mellette. Snake le is rassol, Robi lelövi Warcot, Snake pedig Elasticot. Crack elég rossz helyre áll be, bár ha most bemenne, akkor nem látnák és hátba tudná lőni az ást, aki most kijön mellé. Tökéletes timing van, elkerülik egymást. A Cracknek szóltak, hogy arra ment ki. Nem, csak sejti. Hú, nagyon elkerülik egymást. Nézzük meg, hogy a ellalakos mit néz. Dead nézi közepet. Dead nézi közepet. És Deadet lelövi Crack, lelövi Deadet. Mégiscsak megtalálták végül is egymást. Most pedig Snake. Ja, ők is.
ő kis részét, tehát nem enged be középre senkit. Crack, Legi maradt, Snake, Steen és Robi ellen. Snake nagyon leszakadt Steentől és Robitól. Robit le is lövik. Így 2v2, Steen is nagyon behitelődik. El is bújt. Itt nagyon nagy csata van, ezt nézzük. Snake lelövi Legiont, így megmentette Snake a... hogy mondjam, körembre. Itt nézzünk, nézzünk valakit a Easy-ből. Azért senki, Legi. Nál a csipa. Van nálad, mutasd meg. Nagykala. Na nézzük akkor Legi nagykalával. Hát, sokáig nem nézzük. Akkor nézzünk egy Montit nagykalával. Monti, mintha klippelgetne kicsit. Ez csak talán. Átbújik középháznál. A tört házas ember rá fog nézni, ha itt kinéz. Most fogják, ott Monti nem látta meg. Tiszta szólt a nehéz valamelyik csapatás, szólt, hogy hely, az ott volt. 2v2 Monti, Elastic, Robi és Steen ellen. Ez nagyon fontos kör mindkét csapat számára. Hisz, hogyha ezt a vágy lehozza, akkor már csak egy körrel lóg a Easy Quest. És mindenkül le is hozzák. Montit lelövi Steen, elamarad egyedül Steen Robi ellen. És belehetek, Robi látja, ha ott jön ki. Bement házba. És Steen széttunkolja. 8-7. Explosives diffused. Itt nézzünk. Nézzünk egy elasztikot. Mikor elég hátul van mondjuk. Én te most kempelgetni fog meg. Üstös négyes köre lesz. Nem. Előre megy. Pocon bevárja a négyet. Elég rossz négyeket dobt most a vádosok. Simán beért hátsó spawnnal, de dead. Péget vet arásának. És kiugrik kiskavával és sotival. Egy ember neki szembe csak tanktól befut középházba. Van Án, van Bén, Dedz pedig kint ellalak fele. Legion lelövi Dedzet. Két kiskala. Maradt. Nekik most alakítani kéne, hogy visszahozzák 8-8-ra az állást. Nagyon fontos kör. Ott van áll, azt hittem, hogy ott van áll felül, pedig az csak egy headshot volt. Ez B lesz. Én már lent van B-n. És Steen fogja, vagy Mons fogja egyedül B-t? Steen fogja most egyedül B-t. Elég rossz spotot néz, ott nem fognak jönni. Már plantom vannak, ez én hallja is lelövi. Itt van a 1v1, 1v1 Mons Barc ellen. Barc teszi a plantot, meglátta Mons flash-el, és most rá fog menni Barcra, és hogyha jól flash-el, tövé a kör. Ott azt nagykalával kipötyögni, de nem akarja elváltani magát. Puha! Igazi izgalmak vannak. Varc viszont kiugrott a plantról, és ezt most nem tudja. Nem sejti, hogy nem ott lesz. Sejti, de nem biztos benne, és Varc most fogja lelőni. Nem. Ott. Úha. Varc is elfajlolta. Még van 14 másodperce Monsnak, megpróbálja leszedni a plantot. És meg lesz a plant. És 1v1-be lesedi a plantot. Mons, így 8-8 az állás. Szerintem Robi hülyére oltja az enemit, kértek is egy időt. Berupolunk. Usokról. 8-8-4 szerintem.
Strike lesz a második, aztán Decider. Robinot 6. Ah, igen. Ide viszont, de le, nem tudom, hogy így van. Altap, egy csak... Altap, egy kilátok, aha. Megérkezett hozzánk az Anectis játékos, a Bocó. Kicsoda, egy láma. Más néven. Bezúztam. Köszönhetem a nézőket, légy szíves. Köszönheted. Sziasztok, köszöntök mindenkit az ICL 12-ről élőben. Kedvéért. Jó lenne valami látni. Milyen a hangulat bent? Te onnan jöttél, nem? Szuper, nagyon jó. Nagyon jó. Hát Varc bezúgca az Egerét itt az egyvés során. Igen? Ah, hát eléggé. Szerintem most Egercsere is lesz. Valaki leszette a bombás stíl, azt hiszem. Nem, Monsz. Vagy Monsz. Befekült, azt leszette. Hát mondta meg Varc, most kicsit üvöltöztek egymással. Meglátjuk, mit fognak. Meg Robi velük, nem? Hát Robinak visszatért motivációja. Nézzünk Bocó. Nézzünk Dead-et? Nézzünk egy Legiont, azt mondom. Legiont, azt mondod? Ő mögött ültem az elmúlt, volt egy triplája. Egy Legi. Majdnem meghal. Szerzs lelövi Montit. Pedig elállt. Látsuk egy ás játékosra, mert bent vannak a fiúk. Nyugodtan. Nézzük egy snake-et, itt van mellett a két ember áll bent. Még nyugodtan áll ő itt. De elből nem fog jönni senki. Nem, de áll ő lehet. Áll őt ilyen benne a sétálni. Ők észre egy veszi. Lehittel ide nem tudja lelőni. Elmegy KP-val, és lelövi Varcot. Varc most jobban kiakadt szerintem. És van a flankja is. Snake-nek, Snake-nek még egyet lelő, Dead-ket. Szegi egyedül maradt, és Dead. Átveszi a bájda vezetést. Fordít, tulajdonképpen behazom. Ez az elkumapja, ha jól tudom, ugye? Elkumapja, aha. Jó, Dead-et, Vájdosat, hosszú élet, rövid Jacket. Szép ide Legion. Választ, hogy lelövi On Robit.
Kiegészítjük egy más kicsit. Most előtt. Ott vannak az akciók. Inkább innen monsthoz. Mons és elasztjuk egy frag cserével. 3-3-ra alakítják ki ezt a kört. Mons itt közép, hát már bekerül konkrétan lassan. Tudja, hogy itt van középházba egy ember. Igen. És ott, hogyha azt nézni, akkor le tudná lőni. Monti. Talán most meg is fogja lát. Nem lehet akarja. Tudja, hogy ott van, szerintem kapott egy infót. Le is lövi Monti. Van. Ezt a vágy. Most kicsit felpörgetik. Az a 6. vagy 7. körük. Zomba. Hát elég sokat hoztak már. Egy elátő rásó. Nézzük egy, ja, nézzük egy elkört. Az előbbi kóda akciók. Ennekben tovább lesok, sőt, messze. Beflesselnek. Beírni szerintem. Sneaker Legiont. Hopp, majdnem egy TK elasztítom. Közben teszik a bombát. De a vágy három nagyon gyors meg. Szétszedik a másodpercek alatt a elkút. Trek marad egyedül. Egészen eddig. Befejezik, 11. Nézd ki, hogy az LQ összetört ezen a mapon. Ez a 1v1 tett neki. Nézzünk a harcot, aki elől van. LQ nagyon átpróbál erőltetni. Ez semmi értelme szinte. Én nem bírtam bemenni egyszer se úgy nagyon igazán. Most talán, hogy elasztik itt egy 4-del Robira. Monti is meghal Robi által. Ela is, nélkül lövi Elát. Így megint ember előnk van. Falsz előbbi edzett. Így most már 3v3 lesz megint. Ez mi nem látjuk a cseletet, miért van? Közben 3v2 van valsz előbbi monshot. Nem még lövi a falakat. Ezt a vándorlat át fog jönni egy ember, nem tudom, azt észrevették-e. Itt van Varc alatt, aki bekerül. Talán észrevette, vagy meghallotta őt, mert Varc keresi. És talál, nem tud elelőni. De Crack ki segíti, ha jól láttam. Igen, ő. Stin eredő. Stin? Vagy Stin. Hát, mi stinezzük, vagy stingerezzük. Az nem mindegy. Na most Varc meglátta őt, közben Crack lerakja a bombát. Elég szorult helyzet ott áll őt. És lövi őt, Crack. 9-11. Lehet innen fordítani? Hát nem törtek össze nagyon akkor... Hát most előbb is Vartot néztük most egy fájdost. Várnak a négyükkel. Várnak. Ez valaki át egy bárgalat, aki szerintem elasztik lesz, ha megtaláljuk. Így van, ez elasztik is. Már itt van mögöttük. De ez lesz a víz a harcot, kiagja előni. Snake van szerintem. De ez két shoti frag. Robit hátba lövi el a... Próbál szerintem... Megpróbálják most B-t, de... A bomba az valahol esett. Amit Dez lelőtt, sőt szerintem lehet, hogy Dez le is infózta, hogy ott van a bomba. Már itt van teljesen a... Az LQ mögött. És most Snake lelövi Montit. Így maradt egy elasztikük, akikről... Vagyis elasztik, akik így van az LQ-nál, akik tudják, hogy hol van. Most már annyira nem egyértelmű a kör. 2v3. Most viszont sejthet, hogy onnan fog jönni elasztik. Hátba lőtt már egy ember. Tudja a pozícióját. És szét vannak szórva a vágyosok. Áfele fognak jönni az ízisek, mármint Crack és Elastic. Itt van már állett a bomba is. Nem tudom mennyire tudják ezt a vágyosok. Most kéne hoznak feljönnie, de... Itt van. Szóval már itt van közel még egy... Itt van már Snake nagyon közel. És itt van olyan ráput. Nem lövi le a plantet. Egy vél marad. Crack vs. És Crack kinézés. Lelevi Stint. Hozzák vissza. Hozzák vissza. Hozzák vissza. Ez a kör még mindenképp kell az LQ-nak, hogyha ezt meg szeretné fordítani. Ezt a meccset, és nem akarja eldobni. Persze a bájnak is nagyon kell, mert akkor már... Így van. Na most a rosszabb érdekeit nézzük. És rosszabbul most az LQ-án. Közben Robin nyit Montira egy 4-del. Azt itt válaszol erre. Robi Fraggel. Így 4v4 alakul ki. Lassúzik mindkét csapat. Hozzá Robi harcot. Tudja, hogy átment is van egy ember.
Felmenj érte, felmenj érte. És le is lövj. És le is lövj el a szívot. Így két fontos freget szerez a csapatának. De még egy ember itt van. Planton, aki... Ő nem tudnak szerintem. Ő lehet, hogy nem tudom, nekem be sem már menni. Inkább ki is jön a bombával. Talán jobban is teszi. Legivalóan akciózik az emberek mögött. Egy ember meg is öl. 3v2 van. Fájdja vára. Ezt a kör nem kéne elrontaniuk, ha meg akarják nyerni ezt a mapot. Nagyon fontos map, hisz ez az LQ mapja. Ez az LQ mapja, így van. Egyébként egy nagy előny lenne ezt a vágy meg tudna nyerni. Közben legit észreveszik, hogy itt van Bálog alatt, és Bálog fönt is van egy emberük, ha jól látom. Nem, az lent van, Snake volt az. Snake egyedül marad, három vágyos ellen. Cracket, hol vagy? Itt ilyen sorba bombáma. El lehet, hogy fog elsétálni egy ember, de... Épp elhúzta, és nem már. Egy embert. Most már biztosan meghallják. Igen. 5 másodperc van. Ezt le se rakja. Ez lekéseli. Megalázza szegényeket. Itt nézünk ott. Nem tudom, meccsre van a Wild-nak. Valami Wild-os nézzünk. Ki elő van? Nincs elő sem. Snake. Snake van. Aki megy középre. Csak kettő. Snake egy kicsit elfajul. Azt hallott szörűbe. A dimenzióban vannak ők. Így van, de térjük vissza a meccsre, mert Monsters alatt is cserélnek egy-egy freget, meg Greg és Snake is. 3v3. Azok alatt 3v3-ra. 3v2-2 Wild-os maradt. Snake és Mons dolga, hogy megnyerjék ezt a mapot. Snake jó helyen nézte, de nem tudta ellőni a közepest. Méghozzá akkor nem Monty volt az. Snake szételi Montyt, és nem is Montyt legit. Lövi őt. Érdekes pozíció. Hátba fog előni Varc. Snake nem, Monsot, ha benézne ide konténer. Nem néz be. Van, mert, de nem, Mons magát. Most jó helyen van amúgy. Ez a kerül hárba Snake. Jó helyezkednek a Wild-osok. Viszont most lelövi Monty. Én marad egy erő. Van. Tudja, hogy az egyik ember középben van, és a plantot is ugye. Plantot lelövi a plantot. Vajon meg kell leszedni egyből? Nem. Lent van, nem? Ott leugrott. Vajon észrevette? Észre kell tudni, ott van észrevette. Hát ezt színes szinte lehetne nem volt lehozni. Az utolsó kör. Utolsó kör? Ezen nagyon sok múlik. Overtime vagy Wild győzelem? Most nézzünk valami elkúst? Nézzünk valami elkúst is. Nézzünk egy ás elkúst. Hát ha megint ezt az erős átdolgálják. Ki megy elő? Ela. Ela szik puti. Ha már A előtt. És talán nem fog valaki, nem? Szép, ami most. És meg is hal. Szóval elalasztjuk az iszérvét, egy ember pedig kiment elbe, a Snake volt. Így van, a Snake volt, de le is lőtte már Warcot. De még... Visszahozza. Nem hagyja ezt a mapot könnyen, vagyis az overtime-ot. Mondit. Lőnt. Tedzett lövik szép folyamatosan. Legi, így. Ja, nem, nem, nem is. Ez a középlent van egy ember, aki Snake volt, le is lövi legit. 3v2 most már... Snake utolsó körben alakít. Így van. Nyomás alatt úgy néz. Kör most mindenképp a Wild-é. 40 másodperc van az EQ-nak, hogy valamit csináljon. Jó felé néz előre, de pont elkukott. Hát nincs bent egyébként egy játékos se a Wild-tól. Itt van elasztik. Plantónak is. Nem szét fogják lőni mindkét. Hát ha hallani fogják bárokból. És nem rok ilyen. Tehát azt hiszik, hogy van áll egy ember. Jön egy négy elasztik. És nem belement lámpogatba, nem mitek. Itt van már állít egy ember. Elasztik most jó, hogy füstör. Itt van, őt meg fogják lőni, elát le fogják lőni. Így van, be fogják lenni. Ebből elváltotta a fegyvert, elasztik. Snake is lehozzák. Backlodott. Snake 26 freget lőtt. Az szép elsőtlen. A Mons is ezért visszatlőtte. Így van. Hát az utolsó körben is bevált egy 3-as Snake vagy egy 4-es. Motion Strike, ugye? Igen. A bot akkor át tudok odaadni. Nem, megnyert tovább.